Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után 1849. október 6-án végezték ki. Hogy méltóképp emlékezzünk azokra, akik értünk haltak, térjünk vissza a múltba. 1849 nyarán megkezdődött az orosz intervenció, és ez lényegében megpecsételte a magyar szabadságharc sorsát. Az Egyesült Császári királyi, illetve orosz intervenciós haderő 2,5-szeres túlerőben volt a magyar honvédség csapataival szemben. Több sikert is felmutatva harcoltak ellenük, de 1849. augusztus elejére a magyar hadsereg csapatai visszaszorultak. További vérontások elkerülése véget 1949. augusztus 13-án megtörtént a világosi fegyverletétel, ahol később az Aradon kegyetlen módon kivégzett magyar tábornoki kar döntő többsége fogságba esett. A megtorlás az olyan véres volt, hogy meglepte akár a magyar, mint az európai közvéleményt. Itt nem lehetett kegyelmet adni, itt meg kellett büntetni a lázadókat. Megérkeztünk a budapesti hadtörténelmi levéltárba. Itt őrizzük a szabadságharc történetének legfontosabb katonai iratait, és a szabadságharc utáni megtorlás aradi vértanúk kapcsolatos iratait is. Az Aradon kivégzetteken kívül is mintegy 130 vértanút ismerünk, majdnem mindenkit név szerint. Aradon 17 főt végeztek ki, illetve 16-ot és egy személyt pedig betegsége miatt nem, de ő is a várbörtönben halt meg 1850. februárjában. És erről az aradi 17 főről szoktunk beszélni, hogyha az aradi kivégzetteket említjük. Ez az irat a 13 vértanú közül 11-nek a közös halálos ítéletét tartalmazza. Itt láthatóak a személynevek, és itt az irat végén pedig Hajnaú aláírása a halálos ítéleten. Október 25-én a 15. vértanú Kazinczy Lajos kivégzése következett, akinek kihallgatási jegyzőkönyve szintén fellelhető itt a levéltárban. A szabadságharc katonai történetét tulajdonképpen ezekből a dokumentumokból ismerhetjük meg. Itt van például Kazinczy Lajos jelentése Görgei Artúr hadügyminiszterhez, amelynek a végén látszik az is, hogy saját kezűleg is az írnok által már megírt jelentéshez hozzáírt az aláírás előtt. Hogy még jobban megismerjük a 15. vértanút, a Fiumei úti sírkert belátogatunk, ahol a szabadságharchoz köthető számos jeles személy mellett most Kazinczy Lajos síremléke kerül avatásra. Nagyon fontos kiemelnünk azokat is, akik nem ebben a híres 13 névből álló listában szerepelnek. És Kazinczy Ferenc nevét mindannyian ismerjük, ő volt a magyar nyelv megújítója, és ő a Széphalmi birtokon három kivételesen tehetséges fiút nemzett, legkisebb fiút katonának adták. És végig a szabadságharc végéig komoly sikereket ért el. Őt is ugyanabban az aradi börtönben tartották fogva, de nem 13 társával együtt október 6-án, hanem október 25-én végezték ki. Vannak nagyon sokan, akik még áldozatai lettek a szabadságharcnak, de október 6-a is Arad valahogy ennek a 17 életnek ad talán egy végső nyughelyet így a mi emlékezetünkben. Emlékezzünk tehát a hazáért halt hőseinkre, akik a mai napig példával szolgálnak, és akikre Kossuth Lajos 1890-ben így emlékezett. A hála hőérzelmével áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak.